Ezek már a ballagás előtti utolsó pillanatok az általános iskolában, ahol diákok és pedagógusok köszönnek el egymástól, hogy ezt követően a 44 végzős tanuló az alma mátertől is végső búcsút vehessen. Az ünnepségen a ballagó diákokat Pap Gábor polgármester is köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta az intézmény létének jelentőségét a város életében. Én azt gondolom, és azt tapasztalhatja mindenki, hogy az iskolához az önkormányzat továbbra is nagyon sok pénzt, mert hát mi más tudna hozzátenni pénzt, fejlesztéseket hajt végre. Az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy számos olyan fejlesztés valósult meg ebből a keretből, amit a központi pedagógiai intézet ilyen módon a KLIK nem tud megfinanszírozni, de ebben az önkormányzat mindig segítségére volt az iskolának, és ráadásul ezen túl természetesen számos esetben, akár egy díjazásnál, akár egy kirándulásnál, akár egy versenyre való eljutáshoz, az önkormányzat az elmúlt időszakban mindig segített az iskolát, és ezen túl is segíteni fogja. Hogyha visszatekintesz erre az elmúlt 8 évre, milyen emlékeket viszel magaddal? Nagyon-nagyon szép és felejthetetlen emlékeket, nagyon-nagyon jó volt a közösség, a tanárok, eszméletlen, a sok program, nagyon-nagyon jó emlékeim vannak róla. Mit adott neked az, hogy ide járhattál ebbe az iskolába, hiszen rengeteg versenyeredményt is elértél? Bizalmat és azt a sok-sok, hát hogy is mondjam, biztatást, amit a tanároktól és a társaimtól kaptam, nagyon-nagyon jó érzés. Milyen jellegű intézményekben fognak ők tovább tanulni? A 8. évfolyamból a nagyobb rész, azt mondhatom, hogy 45%-a gimnáziumba fog tovább tanulni. Nagyon jó képességű gyerekek voltak ebben az évfolyamban, de vannak olyan gyerekek is, akik már előre gondolkodnak és szakmát is szeretnének választani, ők a szakközépiskolákat választják, és vannak olyanok, akiknek a tanulmányi eredményük nem volt olyan fényes, de nagyon ügyesek valamibe, ők pedig szakmát fognak tanulni. A ballagáson külön elismerésben részesültek azok a diákok, akik tanulmányi és sporteredményeikkel, valamint a közösségért végzett tevékenységükkel kiemelkedtek társaik közül. Egy tanuló, Horváth Dávid, Pap Gábor polgármestertől az önkormányzat díját, az íj és plakettet vehette át az iskola évek alatt nyújtott példaértékű munkájáért. Kifizetődött számomra ez a 8 éves munka, és most úgy érzem, hogy megérte dolgozni folyamatosan. Az eredményeidben mennyire volt benne az, hogy az íj és általános iskolába jártál? Hát eléggé, mert ugye a tanáraim készítettek fel. Természetesen ez benne volt. Ugye, ha nem ide járok, hanem máshol, akkor nem tudom, hogy most hogy lett volna ez. Hogyan emlékszel vissza erre a 8 évre, amit itt töltöttél? Pozitívan, teljesen. Nagyon jó volt ez az iskola. Én nagyon szerettem szinte végig a 8 évet. A tanárokat is nagyon kedveltem egytől egyig. Szóval nekem ez az egész eléggé pozitívan maradt meg.